Bajor Gizi Színész Múzeum kiállítási anyaga közel 200 év magyar színjátszásának meghatározó szereplőit és fordulatait öleli fel az 1820-as évek vándorszínészetétől napjainkig. Ahhoz, hogy a múzeum valóban híd legyen a színház művészet számára, mely jelenét múltjával és jövőjével köti össze, a lenyűgöző bőségű források közül azokat a tárgyakat, dokumentumokat mutatja be, melyek összefüggéseik révén élettörténeteket, színházi világokat tárnak fel. Az ihlet az volt, hogy 60 éves az Országos Színház Történeti Múzeum, és 60 éves a Bajor Gizi Színész Múzeum, és ezt akartuk bemutatni, ezt a 60 évet. Hosszas tanakodás előzte meg ezt a kiállítást. Volt egy olyan ötletünk, hogy 60 év, 60 tárgy, amely azt a gazdag gyűjteményt mutatta volna be, amely a Krisztina körüti raktárakban rejlik. Aztán én azt találtam ki, hogy mutassuk be valamennyi gyűjteményt, villancsuk fel a legérdekesebb darabokat, rendezzünk be itt egy olyan szobát, mintha a Krisztina körútra lépne be a látogató, legyen két íróasztal, a két íróasztal jelképezze azt a 60 éves múltat, illetve jelképezze a jövőt, amely előttünk áll. Az egyik íróasztalon az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek szellemi termékei, könyvek, kiadványok, szerepkatalógusok, műsorösszeállítások láthatók. A másik íróasztalon pedig egy számítógép, ami arra utal, hogy immár digitálisan rögzítjük a képeket, hangfelvételeket, a videófelvételeket, és egy nagyon hatékony adatbázis építés folyik a mi intézetünkben. Az élet és halál szoros kapcsolata a Színház Történeti Intézet és a Bajor Gizi Színész Múzeum történetében nagyon fontos. Mind a két intézmény alapítása vagy megszületése egy-egy halál eseményhez kapcsolódik. Ahogy említettem, a Bajor Gizi Színész Múzeum 52. február 12-én Bajor Gizi halálának első évfordulóján nyílt meg. Tehát egy személyes halálhoz, egy nagy művésznő halálához kapcsolódik. A Színháztörténeti Múzeum és Intézet az pedig 52. november 2-án halottak napján nyitotta meg először a közönség előtt a kapuját. Mind a két intézmény, a kutatóhely és a kiállítóhely feladata az, hogy halottak és élők emlékét őrizze valami módon. Tehát az elmúlás és az életben tartás az szinte szoros szakmai feladatunk. Ezt próbáljuk valahogy megvalósítani. Nagyon sok esetben előfordul, hogy a kiállításainkra, a Bajor Gizi Emlékmúzeumba elhunyt színészek rokonai, hozzátartozói jönnek látogatóba, hogy itt ezen a helyszínen emlékezzenek szeretteikre. Ebben Gobbi Hilda nagy segítségükre volt, mert annak idején az általa megnyitott első kiállítás az valóban egy erekjegyűjtemény, egy emlékhely volt. Itt a Bajor Gizi időszaki kiállításunkon láthatóak régi felvételek arról a múzeumi enteriőről, ahogy azt Gobbi Hilda megvalósította és elképzelte. Szinte a padlótól a plafonig ki volt tapétázva elhunyt színészek fotóival minden terem. Mert abban a pillanatban, ahogy valaki meghalt, Gobbi Hilda úgy érezte, hogy rögtön el kell helyezni valamilyen emléket róla ennek az épületnek a falai között, hogy akik szerették őt, ide tudjanak jönni emlékezni. De nagyon sokszor előfordul az, hogy nem rokonok és hozzátartozók jönnek, hanem látogatók, akik keresik, szinte számon kérik tőlünk, hogy egy-egy színészről miért nem találnak anyagot, ha elhunyt színészről van szó. Sajnos a falaink nincsenek gumiból, nem tudunk mindenkit bemutatni. Erre jó az a 21. századi technika, amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen minden híres színésznek a fotóját beszkenneljük, és digitális formában megőrizzük az interneten, és hozzáférhetővé tesszük. Az ő utódai olyan módon, hogy azt az utat, amit ő kijelölt, vagy azt a szellemet, amit ő kijelölt, megpróbáljuk a mai körülmények között megtartani
a Színháztörténeti Múzeum falai között. Ő annak idején hát ezt a ma már kicsit elavult kiállítási technikát valósította meg. Annyival könnyebb a helyzetünk, hogy a technika segítségünkre siet, nekünk már nem kell kitapétázni a falakat, hanem egy digitális képkeretben végtelen mennyiségű fotót tudunk megmutatni egy-egy kiállítás alkalmával. Természetesen ez nem annyira bensőséges, mint hogyha szépen bekeretezett felvételeket látnának az emberek, de hát mégiscsak valamilyen emlékezési lehetőséget ad a látogatóknak. Egyébként pedig a Gobbi-féle színész emlékőrzést mi egy kicsit fegyelmezettebb keretek között tudományosabb módon igyekszünk megvalósítani. Ugye annak idején ő híres volt arról, hogy mozgósítani tudta a színház rajongókat, rengeteg emléktárgyat, színházi dokumentumot hoztak be, amit ő a mai múzeumi kötöttségekhez képest meglehetősen lazán kezelt, mert ott nem volt szó pontos beleltározásról, tehát amikor a múzeum szervezett keretek között kezdett el működni, akkor a Gobbi Hilda által begyűjtött anyagot mi katalogizáltuk, leltároztuk, megőriztük a múzeumi szabályoknak megfelelően, de azt a szellemet, amit Gobbi Hilda előre vetített, azt mindenképpen megpróbáljuk megőrizni. Ez az én birodalmam, messzen idő szép könyöklő, ugye mi szép nagy-nagy ország. Szép is nagy a te országod. Ne hagyjatok hát engemem ezen a puszta szigeten, sőt, gyertek-e varást a ti varázsotokkal megoldani. Shakespeare a vihar. Jó, ez rendben van, jó van. Bemutatom Tasnádi Évát, grafikus művészünket, aki ennek a múzeumnak igen nagy segítője volt. Ír tovább, Éva, mert sietünk, jó? Hát igen. Munkába vagyunk, sok munkába, és reméljük, hogy megnyitásra készen leszünk. Engedjék meg Alpár Évát, bemutattam Ágit, mondom Évát, mert zűrzavaros vagy, Ágit színháztörténészt, aki tényleg ennek a múzeumnak csősze, őre és segítője, és ennek a munkának igen nagy részese. Ez a folyosó tulajdonképpen egy furcsa dolog, mert rendkívül sok barátom került ide, pályatársam, akik a közelmúltban hát távoztak közülünk, és ezért nyitottuk meg ezt a részt azzal a szöveggel, hogy ez a múzeum sajnos már nem bővíthető. Így hát az üres halakat azok számára őriztük meg, akik a korszak művészei voltak, s társai az itt lévőknek. Ezek között a falak között együtt jöttünk, tüsténkedtünk, hát nyilván akkor nem tudott mindenkit megjegyezni, hiszen rengeteg ember volt itt, aki segített, hiszen ez egy társadalmi felhívás volt, hogy aki szeretne segíteni, és aki tud bármi anyagot, vagy bármit hozni, az jöjjön és segítsen. Rengetegen voltunk, hát mindenki egy-egy szögetbe vert, vagy fölmosott, vagy valamit csinált, de akkor én még nem voltam színházi ember. Hanem majd később, amikor már a színházi világban dolgoztam, akkor én őt megkerestem, és elmondtam, hogy mint gyermek, hogy én ezt mennyire, és hogy, és mint. És akkor azt mondta, hogy drága gyerekem, lesz erre még mód, és akkor majd dolgozunk együtt. 2002-ben, amikor újra tatarozták ezt a intézményt, akkor már persze Hildani nem volt velünk, ezt mindenki tudja, akkor én még ezt a szobát olyan szerencsém volt, hogy berendezhettem. Tehát a képektől kezdve a csilláig, a foteljáig, a vitrinéig mindent én csinálhattam meg, és ez nekem nagyon nagy élmény.
élmény volt, annak idején erről született is fotó minden, akkor még itt lehetett átmenni a Bajor Gizi szobájába. Hát minden változik, mindegy, az élet is változik, de ez a szoba nekem örök kedvencem marad. Az idén 60 év alakult Országos Színház Intézet és Múzeum egy jubileum alkalmából új kiállítással készült, mely által a színház okos, látványos és szórakoztató világát idézik meg három lakószobányi területen. Három színház történeti téma feldolgozásával reprezentálják a gyűjtés, a feldolgozás, a kutatás és a publikálás szakaszait. A kiállítás március 31-ig látogatható. Rögtön látunk egy ezüst diadémot, ezt Egressy Gábor kapta 1846-ban Baján. Egressy Gábor a Nemzeti Színház művésze volt, 1837-ben oda szerződik a megalakuló Pesti Magyar Színház társulatához, de gyakran szerepel vidéken. Akkoriban a vidéki társulatok meghívtak egy fővárosi művészt, és a fővárosi művész a híres szerepében ott megjelent, és hát a többiek nyilván csak végszavaztak neki, vagy nagyon haloványan kísérték ezt az alakítást, de inkább az volt a cél, hogy a bajai közönség lássa az ország egyik legnagyobb művészét. A vitrin tetején karikatúra szobrokat látunk, Lányi Dezső szobrászművész alkotásai, ahogyan a kortársa hívták Lányi Pipi, készített ilyen karikatúra szobrokat. A régi Fészek klubban több vitrin zsúfolásig tele volt ezekkel az alkotásokkal. Három színészt választottunk, Kabos Gyulát, Békefi Lászlót és Rozsegyi Kálmán, illetve három kritikust, hát sajnos ma már kevesen ismerik Keszler József vagy Szász Zoltán nevét, de Zilahi Lajos írójét talán még igen. A kézirattárban található Csortos Gyulának egy háztartási füzete 1938-ból, ezt a kötetet állítottuk ki, de megvan a háztartási könyv folytatása is egészen 1944-ig. Csortos állandóan pénzzavarral küzdött, és valószínű, hogy emiatt jegyzett föl mindent, de a legutolsó borra valóig, így aztán kiderül, hogy hány helyen járt egy-egy este, milyen táncosnőkkel találkozott, milyen táncosnőkkel tért haza, kitől kért kölcsön, kinek adott kölcsön, mikor kötötték ki a gázt a lakásban, mikor kötötték vissza, és az is kiderül, hogy egy-egy film forgatáson, vagy egy-egy szerepért mennyi pénzt kapott, vagy mennyi volt a gázsia. Amit még mindenképpen meg kell jegyezni, az két Molnár Ferenc levél, ami arról tanúskodik, hogy Molnár Ferenc nem volt egy igazán bohém író, bár az anekdoták arról szólnak, hogy ő nagyon rosszul kelt föl kora reggel, de ezek a levelek azt bizonyítják, hogy amikor a Játék a kastély című darabját a Magyar Színházban próbálták, akkor bizony ő ott volt, és ő rendezte ezt az előadást, és egy fényképünk is van, amely az egyik próbán készült, a kép jobb szélén Molnár Ferenc, aztán ott vannak a szereplők, Törzs Jenő, Titkos Ilona, Dénes György, Hegedűs Gyula, a Magyar Színház akkori színészei. Ha ezt a könyvet sajnos nem tudja a látogató kézbe venni, ez a Nemzeti Színház büntetőkönyve 1840 és 1853 között. Milyen kihágásokat követtek el a színészek, elkéstek a próbáról, randariroztak, nem tudták a szerepüket, tehát ahogyan a színházi törvényszék összeült és meghozta az ítéletet. Általában a gázsi elvesztéssel sújtották 10%-20%, de nagyobb vétség esetében akár a gázsinak a felét is be kellett fizetni a színház kasszájába. Ebben a vitrínben láthatók a fotótár kincsei. A legfelső polcon üvegpozitívakat találtunk. Ezeken a képeken a Víg Színház tagjai láthatók, például Hegedűs Gyula, Szerémi Zoltán. Egy ismeretlen fényképész készítette, 1911-ből valók ezek a felvételek, és aztán ezt egy ilyen digitális programmal, vagy a digitális technikával meg is tudtuk jeleníteni, nem kell hozzá a készülékbe belenézni. Ez a vándorszínészet korát idézi, nem a 19. századi vándorszínészetet, hanem a 20. század első felének, amik a színészetét, a vidéki színészetét. Tolnai Andornak és Medgyes Jucinak volt ez a színész ládája. Valószínű, hogy volt ebből több, ebbe tették a ruhatárat, és ezeket a nagy ládákat egy külön vasúti kocsiba szállították a díszlettel együtt. Tolnai Andor a vidéki igazgatók közül az egyik legjelentősebb volt, vezetett színtársulatot Székesfehérváron. Amikor Kassa visszakerült Magyarországhoz, akkor ő nyitotta meg a kassai színházat. Frontszínházzal járt Szovjetunióba, és amikor hazaérkezett, akkor a határállomáson elhunyt. Az özvegye egészen a 1990-es évek végéig élt Szentendrén, és az ő hagyatékából való ez a láda. A kollégám, aki a Somogyi Zsolt, aki az emléktárat vezeti, úgy gondolta, hogy
a legszemélyesebb tárgyakkal lehet a legjobban megidézni egy-egy színész alakját, ugye aztán egy jó néhány szemüveget, lornyont, színházi látcsövet, csatot, legyezőt, és hát a színész legfontosabb kellékét, az egyik legfontosabb kellékét, a sminkdobozt választotta ki a gazdag gyűjteményből. Nagyon érdekes, hogy egy időben a színészek szerepbabákat kaptak ajándékba, premierek után, ezekből a szerepbabákból is látható néhány. Dajka Margit más a szerepében, Latabár Kálmán, a páncos komikus, illetve Major Tamás, aki Arnolfot játsza Molière a nők iskolájában. Nagy primadonnáink cipői, illetve Tolnai Klári kaptafái, az nem biztos, hogy túlságosan szívderítő látvány, de minden esetre 19. századi cipő Jászai Marié, a másik pedig Márkus Emiliáé volt, és Honti Hanna színpadi cipője is látható, ez a strasszokkal díszített, illetve Makai Margitnak egy fellépő cipőjét állítottuk még ki. Itt két, a kézirattárnak két darabja látható. Az alsó egy nemzeti színházi részvény, amely nem csak a mi múzeumunknak az egyik becses kincse, hanem a szabadpiacon is nagyon jelentős összegekért cserélnek gazdát ezek a részvények. Az volt az elképzelés, hogy a Nemzeti Színházat ezeknek a részvényeknek az ellenértékéből építik föl, sőt, majd ezt a pénzt kamatoztatják, és úgy fogják működtetni. Hát ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem lehet így, és 1840-től az országgyűlés mindig megszavazott egy összeget, és abból tartották fel a Nemzeti Színházat. A másik pedig a Széchenyi István grófnak kiállított páholy bérleti nyugta 1843-ból. Három előadást kiválasztottunk, és úgy képzeltük el ezt a kiállítást, mintha egy kutató érkezne az Országos Színház Történeti Múzeumba, és azt mondaná, hogy a Szent Johannáról, Kacsó Pongrácz János vitézéről és Madács az ember tragédiájáról akar írni. És mi megmutatjuk azokat a dokumentumokat, fényképfelvételeket, kéziratokat, díszlet- és jelmezterveket, amelyek a gyűjteményekben találhatók. De hát mindig is egyedül voltak. Ne higgyétek, hogy meg tudtok ijeszteni! Franciaország is egyedül van. És Isten is egyedül van. És mi az én magányom a hazám meg az Istenem elhagyatottságához képest? Most már tudom, hogy Istennek elhagyatottsága az eleje. Hová lenne ő, ha a ti irigykedő kicsinyes tanácsaitokra hallgatna? Hát, az én erőm is, az elhagyatottságom lesz ezen túl. Jobb egyedül lenni Istennel. Az ő barátságában sosem fogok csalódni. Sem a tanácsaiban, sem a szeretetében. A Szent Johanna előadás történetének az adta az apropóját, hogy 1936-ban Bárdos Artúr megrendezi Bulla Elmával a címszerepben ezt a darabot, és Bárdos Artúr két fia, Bárdos Tamás és ifja Bárdos Artúr 1988-ban az intézetnek ajándékozott két GB Show levelet, Gara Zoltán díszletterveit és egy olyan példányt, amelyet ifja Bárdos Artúr készített az előadásról. És aztán ehhez a különös együtteshez, vagy ehhez a különös dokumentum együtteshez válogattunk a többi forrást is. A János Vitézt 1904-ben mutatta be a Király Színház, és azóta is műsorom van, a legnépszerűbb magyar színjátékok egyike. Fedák Sári és Medgyaszai Vilma játszották a főszerepeket a bemutatón. Az a érdekessége ennek a kiállításnak, és az az érdekessége ennek a témának, hogy Fedák Sárinak számos olyan tárgya, levele, emléke fönnmaradt, amely ezt az előadást idézi. Például az a fotó, ami a falon függ, azt megnézhetjük, hogy 1905-ben a Beregszászi szalomban hogyan helyezték el, milyen
installációval, aztán ugyanez a fénykép fölbukkan a 40-es években szerényebb körülmények között Fedáksári otthonában, és amikor hozzánk került a múzeumba, akkor bizony már golyók szaggatták, a széle hiányzik, de restauráltuk, és most így állítottuk ki. Az ősbemutatót követően időről időre felújították a János Vitézt, 1931-ben az Operaház műsorára került, és közelmúltban pedig a Nemzeti Színházban is játszották. Örökzöld, magyar darab. A fényképeket átnézve, vagy a fényképek közül válogatva, bizonyos jelenetek ismétlik önmagukat, és azt hiszem, hogy ha tudták, ha nem tudták, de például az a kép, amelyen János Vitéz és Bagó a Vörös Rózsát tartja 1904-ben és 2009-ben, valamennyire összecseng ez a két jelenet. A harmadik színjáték, amelynek az előadás történetét bemutattuk, vagy egy előadás rekonstrukcióra tettünk kísérletet, az Madách Imre, az Ember tragédiája című műve. Azt mindenképpen el kell mondani, persze, hogy egy kiállítás nem állhat abból, hogy a fényképeket, a kéziratokat, a díszletterveket csak úgy kitesszük, hanem van egy látványtervező is. Juhász Tibor volt ennek a kiállításnak a látványtervező, és ő találta ki, hogy ilyen nagy zászlósejemre nyomtassuk a jellegzetes vagy a fő szerepeket. Ne lássa, vérem! Hadd vesszek el hát, vagy miért is éljek, mikor látom, mivé lett a szabadság, amelyre rááldoztam életem. Mit tétováztok még? Halálra! Egy álva népet meg nem átkozom. Az nem hibás. Annak természete, hogy a nyomor szolgává bélyegezze, és a szolgaság vérengző eszközévé süllyessze néhány döjfös pártütőnek. Csak egyedül én voltam a bolond, hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság. Elmondtad a sírverset önmagadra, és utána dillőd sok nagy sírromá. Vezessetek le, nem veszem igénybe tovább a szentélyt. Ím készen vagyok. Védjed magad, még nincsen veszve semmi. Nagyon gyötörne a sebb, hogyha szólnék védelmemül. Tedd meg, hisz ez a nép csak az imén. Porban csúszott előtted. Hisz épp azért minden haszontalan. Ön szégyenét meg nem bocsátja a nép. Kiózanodtál-e hát? Ó, nagyon. Átláttad-e, hogy a bódult tömegnek jobb ura voltál, mint ő lett neked? Lehet. De mind a kettő kárhozat. Más név alatt a végzet ugyanaz. Hiú törekvés azzal küzdeni. Nem is fogok. Vezess új útra, Lucifer, vezess! S kacagva nézem más erényeit, más kínjait. Csak élveket kívánva. Az Ember tragédiája esetében egy 1883-as Lucifert, egy 1955-ös Évát és egy 1983-as Ádámot, Bubik István, Szörényi Évát és Gyenes Lászlót házasítottuk össze. Úgy képzeltem el, hogy csak a díszletterveket tesszük a falra, és az idők változását a díszlet stílusa jelzi, tehát Olá Gusztával szemben Bálint Endre látható. Az előadások képeit pedig egy digitális képkeretbe installáltuk 1883-tól 2011-ig. Alig hallható. Bármely más művészetnél jobban igaz a színházra, hogy a jelen művészete. Itt és most színész és néző együtt lélegzése teremti meg. A Bajor Gizi Színész Múzeum számos múzeumhoz hasonlóan, ám Magyarországon egyedülálló intézményként mégis a múlttá vált értékes színházi jelen kiemelkedő eseményeit, személyiségeit törekszik dokumentálni. Bemutatni a jövő számára, hidat alkotva ezzel a természete szerint múlékony színház múltja, jelene és jövője között.
te vagy a vigasz, boldogság, s te leszel egy életed át.